Van még egy levelem. Tisztelt Uram, láttam eddigi műsorait, azt azért mégiscsak meg kellene magyaráznia, hogy a nézőtéren, noha mindkét alkalommal jelen volt Jászai Oli néni, akinek ön végül is mindent köszönhet, hiszen ő fedezte föl önt, de maga a hálátlan unoka még csak szóra sem méltatta őt. Ha legközelebb is ott lesz, először is kérjem bocsánatot tőle, mert ő nem ezt érdemli magától, és hívja föl a színpadára egy kicsit beszélgetni. Rá aztán tényleg az egész Magyarország kíváncsi, üdvözli Somogyi Pálné. Joli néni, megtetszik bocsátani? Édes gyerekem, hát mi ez? Ez egy levél. Történetesen ez egy levél. Sanyikám, hát nincs bocsánatról szó. Na most hát ez nézőnek jöttem a múltkor is. De hát tetszik látni, látták úgy, hogy nincs más, mint hogy ide kitetszene hát ülni igen, közén kicsit. Hát igen, igen. Gyere, értem, légy szíves. Pláne. Jó. Jászai Oli néni. Hát édeseim, én rám raktak ilyen mindenfélig. Úgyhogy előlátom, pupos vagyok, ne csodálkozzatok rajta. Ugye nem tudom, itten tudod mi az. Szóval azért most hát tetszenek érteni, milyen spontán a mi műsorunk, ugye? Hát mindent ráraktak előtte. Ugye, tessék igen. Itt helyet foglalni, vagy állnunk kell? Én nekem az is jó. Hát édesem, majd mikor a verset mondom, állok. Jó. Jó? Addig üljön. Hova ülsz? Hát ide. Szóval most a pécsiek legalább látnak, mert az utcán, ha megyek, édes gyerekeim, hát nem hiszitek el, egy utcában 30-an, 5 utcában 200-an, rám kiabálnak, mikor látjuk Joli néni, mondom, nem sokára, persze hazudtam, mert akkor még nem tudtam, hogy a Sanyi elhív. Most képzeljétek, aztán, amikor a múltkor az utcán megyek, és azt már egy férfi szól a másik oldalon, drága Joli néni, hányadik vagyok? Mert szoktam mondani, te voltam ám a 39-dik, aki köszönt, kezdít csókolom, Joli néni. És a férfi hányadik volt? 129-dik. Na szépen, ülök, jó van. Hát most mégis látnak, lát az Ibolyám a csemegébe, lát a kis szülőfalum, Rába Tamási, a világon nincs olyan édes kis Ibolya a csemegében ő? Ibolya a csemegében, igen, Pécset. Hát annyira szeretem a népemet, hogy kimondhatatlan. A múltkor egyik műsoron valahol, hátul föláll egy úr, azt mondja, drága művésznő, és meghagyja magát, mondom, édes gyerekem, ha még egyszer azt mondja valakit, hogy művésznő, akkor én kint vagyok a függöny mögött, és engem nem láttok ma. De ha azt mondjátok, drága Joli néni, akkor éjfélig dumálok itt. Ez van. Nézd oda, milyen édesekem, de hát van. Tündőjön. Drága Joli néni, bár az időnk halad. Hát azt tudom, meg fel itt kivágod. Azt is tudom. Minden. Gyerekek, hát... Fel. Na majd mondom, hát nem igaz. Édesáim, a világon úgy nem tud vágni senki, mint a Friedrich. Hát így van. Ez egy akkora nagy dolog, hogy én 84 éves koromban itt ülök egy színpadon, és tapsolnak nekem azok, akik engem szeretnek, és akik hát a csúnya hangomat élvezik. Én tudom, hogy nekem nagyon csúnya a hangom. Csak tudjátok, hogyan van ez? Megszokták. Azt mondják, szeretjük Joli nénit, nekünk szép a hangja. Hát ez gyönyörű. Hát nem, hát az csodálat. Most teljesen. Azt szeretném mondani, csak itt közben néztem, mintha elkente volna a festéket. Elán, drágám, már úgy kipingáltak. El vagyok kárul. Egy kicsit, igen, de nem merek hozzá. Odaadtam már a zsebkendőmet valakinek itt az elején. A kis tanics, több? Nincsen több. Nem na mindegy, de engedte kifesteni magát, tehát életében nem hordott festőt. Hát én kértem képezni a drágákat, hogy ne kenjetek rám semmit. Soha életemben ne voltam se púder, se festék, de az édes szőke kis művésznő az mondta, hogy ezt így kell, meg aztán így, aztán most nézzétek, aztán mi van a szemben. Nézd oda, mi van a szemben. Látszik rajta? Hogy így a táskámat vetett ki benne a zsebkendőt. Mi újság, Joli néni? Mi történt, mióta nem találkoztunk? Hát édes már vagy másfél éve is van ennek. Másfél éve nem találkoztunk. Nem személyesen, a televízió nyilvánosságára. Hát igen, az biztos. A televízió, ja, igen. Hát megjelent azóta... a verses kötete például? Megjelent a verses kötete, amit megígért hát, másfél éve? Ne balond is, meg te akartad kiadni. És? Hát nem igaz, hát most még rám fogja. Hát elhoztam tőle a verses kötetemet.
annyi sok vár, kis egyszerű kis aranyos várszeg, de tudjátok, hogyan van az. Az én drága kis népem szereti a természetes, őszinte szót, és az egyszerűt, amit megért. Ezek az apró kis versek olyanok, hogy mindenki 100 meg 1000 levelet ír. De hát nem bírok mindenkinek válaszolni. Most akinek a múlt héten azt írtam, hogy kiadjuk majd a versemet, hát kicsit hazudtam, de most úgy van, hogy talán lesz egy ember, aki ad egy-két milliót. Tudjátok, milyen bolond lesz? De hát majd talán lesz. Hát nem tudom. Mert van valami 500 versen. No, de hát abból mondjuk egy 100-at vagy 200-at. Hát sajnálom, te nem tudod kiadni. Ma 3-tól megígérted. Hát megígéri időnként, mert aranyos. Hát ő kiadná. Jaj, de drága vagy. Na most aztán, hogyha elkenem a... Tudod, milyen leszek, ha elkenem, mint a bohócok. Na majd ő segít, segítsen. Nem, aranyosom. Még csak azt kül, hogy a... Na várjál, csak most aztán a gyerekeim, az én drága gyerekeim, a Zoltánkám, Klárikám, Bandikám, Miklóskám, Iluskám. Majd aztán most megmondják nekem, hát édesanyám. Na most milyen? Te ne röhögj itt. De azon nevetek, hogy itt, amit a kozmetikusok gondos munkával magára kentek. Hát a szőkek is aranyos, hát ne haragudj, drágám, de valahogy úgy van, nem is láttam, most látok jól. Hát esküszöm. Azt hiszem, igaz, a kérdést nem tettem föl, úgyhogy szeretném föltenni. Bocsánat, hogy a szavába vágyom. Mondjad, édesem. Mi újság Joli nénivel? Már az előbb kérdés. Tényleg? De akkor csak feledékeny vagyok. Na most kérdeljétek el, hogy ez a drága fiú, aki az előbb ittben volt, az csinált nekem egy csodálatos kontyot, Rába Tamásiba, a Karsai Zsuzsika, a kis fodrászom, aki nyáron nekem kontyot csinált, az most nagyon megelégedett lesz, mert azt mondta a múltkor, Joli néni, színpadon egy ilyen, mert én csak úgy föltudom a hajamat, tehát nem fontos, az a fontos, mindenki látja, hogy fehér a haja, és kész. Na most meg lesznek a falumba elégedve. Mikor én megyek a kis falumba, és a kis Rozánál elkezdem megölelni, tehát megyek sorba a Vékhelyi Dénesékhez, legutoljára, a Matildomhoz, legutoljára Luka Jolánál kikötök. És ő ki? Hát aranyos, régi, drága asszony, nagyon szerette a családom, mindig segített, édesek, az egész család. A falum, az én szülőfalum, hát azt elmondani nem lehet, hogy az milyen drága. Joli néni, bocsánatot kérek, hogy megint a szalába. Miért bocsánatot? Tehát te vagy a főnök, beszélj. Egy olyan kérdés most, amit valószínűleg eddig még nem érintettünk. Mi újság Joli nénivel? Hát most ugye lement a Szandival a kis filmünk, a Szerelmes szívek. Pécset egy hétig ment. Mit tetszett játszani benne? Hát én játszom a Szandi nagyanyját. Uh-huh. De a gyerekek, hát ott, hogy mi szent, ez a Dobrai Gyuri, ez a rendezőnk, ez egy szédületes ember. Volt egy olyan éjszakai felvételezés, amikor, hát én is oda mentem 9-re, hát oda vittek, küldtek egy kocsit. És hát ugye ottan nagyon jól éreztük magunkat, nagyszerű a zenéje. Nekem néha őrült, akkor a zenebona van benne, de az a kis Szandi, ez tündéri, ez egy édes kis... Solininek szerepe is van benne? Tehát olyan értem, hogy szöveget kellett tanulni? Persze, hát nekem jó szerepem volt benne, nagyon jó. És most volt és a... tud tanulni Joli néni még? Már bocsánatot kérek, de szóval megtanulja a szerepét úgy, hogy nem tévesz? Hát miért tévednék? Ha tévedek, mondok azt, ami jön. Hát persze, hát nem állok meg. Mi az, és akkor a többiek honnan tudják a végszót? Már azért a végszóra én kimondom azt a szót, ami... Most képzeljétek el, ezt akartam kihozni, egy éjszaka volt, mert oda mentem 9-re, tehát elmúlt 10 óra, 11 óra, ment a felvétel bent, a színpadon meg négerek, rettenetes zenevonával, nem ilyen finom úri zene, hanem valami őrületes trombiták, minden. Na és aztán egyszer megyek ottan, sétálgatok, hát jön a 11 óra eltét, jön a Dobrai, mondom, hát Gyurikám, drágám, hát éjjel van, hát 84 éves vagyok. Gyurikám, mi van? Azt mondja, drága Joli néni, csak tessék nyugodtan pihengetni. Hát igen, ott volt, aki elpihent, a diákok, akik a szerepek, azok elfeküdtek ott szépen a padokon. Hát mondom, Gyurikám, és csak mondom, éjfél van, Gyurikám, 12 óra. Bementem a büfébe. Állott az aranyos Janika. Nem tudom, biztos, azt hiszem Janika. Nem fontos. Mondom, édes gyerekem,
nagy kérésem van. Egy ennyi kis deti borod nincs. Azt mondja, drága művésznő, itt nem szabad ám bort kimérni. Mondom, édesem, nekem mondod, hogy neked nincs ott alul egy picika kis bor. Hát 84 éves embert itt éjjel tartani, hát vánkos se hoztatok, semmit se. Hát mi lesz én velem reggelig? De én nagyon jól éreztem magam, jól is bírtam, oda se néztem neki. De ezt a kis Janikát addig könyörögtem, gyűltem, mondom, azt mondja, hát nagyon nagy titok, ugye nem tetszik elárulni. Én téged, édesem, hát még a mennyországban is felsegítlek. Hát hogyan? Jóli néni, pardon. Megállj, még nem feltem bezárni. Ja, édes gyerekem, és tudjátok, az a drága, áldja meg az Isten, nem tudják a Dobraiék, ennyi kis finom muskotájbort adott. Kittam, csodálatos volt. Olyan hangulatom lett, hogy a végén a Koltai Robinak meg a Csákány Eszternek én adtam ott műsort éjjel. Ott. Nagyszerű volt. Nem. De édesek. Az az igazság, hogy valami roppant szokatlan szerepkörre szeretném rávenni Joli nénit. Miután az ország nagyanyjává tetszett válni akarva akaratlan, én arra gondoltam, hogy tulajdonképpen bármennyire politikamentes show ez, de egyáltalán nem bánnám, hogyha mondanék néhány politikus nevet, néhány olyan személyiségét, aki mostanában nagy jelentőségre tört. Na, vigyázzám, már nem szabad politizálni. Jó, hát nem is. Csak mint ahogy a nagymama vagy az anyák el szokták engedni első osztályba a gyereküket, hogy tiszta a cipőd, megtörölted az orrod, van-e nála zsebkendő, és itt szóval néhány jó tanácsot adna a politikusoknak. Én hoztam fotókat is, csak hogy nézzük végig a palettát. Itt van például Göncz Árpád. Hát az aranyos kis Göncz Árpád. Hát tényleg nagyon édes. Hát, letedül még nagy gönc. Lesz? Óriás. Nagyon édes. Nézd ezt a mosolyt. Hát nem aranyos. Aranyos? Ez de a... mindenki dicsérni fogok, csak a gazembert lát, mutat, azt nem. Na jó, hát akkor mutatom a következőt. Na, Antal nézd, Jó... ez a mánia, tehát az Annának is fényképeket hoztál elő. Ez a mánia. Antal József. Hát ez egy klassz fiú. Klassz? Nagyon. Klassz fiú. Okos, művelt, kiegyensúlyozott. Csak ugye... azt szeretném mindegyiknek én csak mondani, ha engem bánganinak a parlamentben, nem szabad ám már gyereket beszélni. Csak annyit, hogy édes gyerekeim, akkor lesz itt boldog világ, ha nem lesz Magyarországon szegény ember, hát törődjetek velük. Tetszik tudni, ki a Szabad György? Szabad György? Én nem nagyon értek ám a politikához. Én csak azt tudom, hogy a Gergász Alanér a szülőfalumbéli születésű. Na, őt meg én nem tudom ki. Miniszter, a Gergász Alanér. Miniszter? Te nem, te vigyázzam. A falumbéli, aztán van egy Balsai nevű miniszter, azt nem tudom még, hogy nem a Balsai Laci fia, a kollégája volt az uramnak. Annak is a háztagségnél volt Erdély. A Balsai, hogy az, ki az? Szabad György. Én nem ismerem, drága. Orbán Viktor, hát ő egy abszolút naponta. Hát ez egy szédületes fickó, az nem igaz. Fia, nagyon sokat már ő. Mert? Hát nem tudom aztán, mit csinál velünk, nem tudom. Akkor a szemei vannak ugyanök. Na jó, még egy kedvencem van. Ez az Orgyán? Torgyán! Hát, hozzá nincs egy jó szava? Tedd el! Azért akár vagy akar, nem tud belerángatni a politikában, gyűlölem a politikát. Ott megszűnik a szív, a szeretet, ott megszűnik a jóság, a figyelem, a gondosság, a mosoly, vége. Nem politizálunk. De van egy jó szava. Van egy versem, szórd a szeretetet, tedd el édesőre. Fogadjátok szeretettel. Ne kérdezz senkit, ki vagy és mi leszel. A fontos, hogy szívedből mindig hitelezel. Ha nem süt a nap, te legyél sugára. Ragyogjon a szemed mások mosolyára. Akit bánat, bénít, melegen vigasztald. Simogató szóval ne küldd el, marasztald. Öregnek, gyereknek mondj mesét, ha kérik. A szíved mondja halkan, legjobban megértik. Szórd a szeretetet, mint nap a sugarát. Így leszel boldog majd itt és oda át. Yeah.